A 5. kerület főkertésze, kertész influencer, kertész közéleti szerep. Jó reggel, nem akarok kérdezni. Nagyon ne komolytalankodjuk el itt a dolgot, hiszen azt gondoljuk, hogy ilyenkor valóban sok teendő van egy kertben. Mit kell ilyenkor csinálni a kertben? Amiről ma fogunk beszélni, hogy a kertedvés menetéről már többször beszéltünk itt főleg tényleg, de nézzük át azokat a sarokpontokat, amiket mindenképpen érinteni kell. Tulajdonképpen az egész életünk az egy kerttervezés. Tehát nem úgy van az életednek egy szakasza, hanem mindig újra és újra tervezed a kertedet, hiszen valamit elültettél, nem tetszik, ahogy növekszik, rájöttél, hogy túl közel ültetted. Tehát igazából aki kertbarát, az én amikor megosztok valamit a Facebookon, hogy itt van egy kis figura, és oda van írva, hogy ma már nem ültetek több növényt, akkor az alá jön igazából a legtöbb komment, hogy mindenki abban szenved, tehát majdnem minden kertbarát abban szenved. Tehát kevesek abban, hogy ott hagyja a növényeit lelkis fullás nélkül a teraszán, meg ilyesmi, hanem inkább úgy abban, hogy mit ültessek még. Mert ugye a kertbarátokban van egy ilyen telhetetlenség, hogy még ezt is szeretném, még azt is szeretném, még azt is szeretném. És hogy igazából ezek a sarokpontok azok, hogy hogyan építsük fel a kertünket, vagy ha már megvan a kertünk, akkor hogyan tervezzünk bele új funkciókat, vagy éppenséggel új növényeket. És akkor megint egy picit az időjárásról beszéljek. Az egyik legizgalmasabb tévhídről szeretnék beszélni, és kezdjük ezzel, mert ha ezt a tévhídet feldolgozol, akkor egész évben nagyon jó útra volt kapunk. Jó. Ez pedig az őszi ültetés jobb. Ezt nem tudom, hányszor találkoztatok már ezzel. Ha csak az elmúlt két évet nézzük, tehát nem menjünk vissza jobban az időben, ha csak az elmúlt két évet nézzük, én most direkt kipróbáltam, tavaly ősszel ültettem gyümölcsfákat egy olyan helyre, ahol nem tudtam őket tavasszal megöntözni, és bebizonyítottam magamnak is, mert saját magam is kíváncsi voltam rá, hogy igen, nem elég. Tehát mikor elkezdenek hajtani, na és ráadásul ezt úgy ültettem. Nem, mert azért megöntöztem őket az utolsó előtti pillanatban, de lényeg az, hogy ugye mindenképpen, amiről sokat beszéltünk, hogy nagy ültetőgödöt ásunk. Tehát ez úgy volt elültetve, mint a tankönyvek. Nagy ültetőgödöl, fadarálék, trágya, föld, kiszedve belőle a gyökér, meg a szemét, stb. Vastagon, 40 centi vastagon bemulcsolva, szépen összeesett, beáztatva, feltöltve vízzel, tehát tényleg az evangélium minden beszélyen betartottam, és nem elég. Tehát, hogyha megnézzük a tavalyi évet, akkor ugye a tavaly koratavasz nagyon száraz volt, az augusztus-szeptember nagyon száraz volt, és az idei február-március is nagyon száraz volt. Én most pont ma egy olyan reggelen beszélgettük, hogy egyébként reggel elég sok helyen esett az eső, azért egyébként olyan túl nagy mennyiség nem esett szám ahhoz képest, hogy milyen szárazság van, és hogy nem elég. Tehát aki azon gondolkodik, hogy most majd aztán kultúrnövényt ültet valamit, van egy pár növény, amit elég elsőben öntözni a homoktövisés barátai, tehát vannak ilyenek, de ha valamilyen kultúrnövényt akarsz ültetni, különösen hasznonövényt, mint egy gyümölcsfát, akkor igazából az, hogy te ezt elültetted, és akkor jól beöntözöd mondjuk ősszel, mert ugye ott vannak ezek a régi emlékek, az őszi csapadék, meg a téli csapadék, ugye azért egész pontosan hányszor is esett a hó most télen. Egyszer biztos. Igen, egyszer körülbelül igen. Azért érzi sorban, mert mindenki megosztotta a Facebookon, de igazából azért annyira nem. Szóval a lényeg az, hogy igazából nem elegek ezek a csapadékok. Tehát tulajdonképpen ma már egy gyümölcsöst is ugye úgy telepítenek, hogy minden esetben öntöző rendszer, csepegtető öntöző rendszer. Tehát a víz megtartás kérdéséről ma még fogunk beszélni, hogy mulcsoljunk, hogy mindenféle dolgot csináljunk, de kertet azzal, hogy te majd slaggal öntözöd, az nagyon időigényes, és csak egyszer kell elcsúszál vele, tehát csak egyszer nem tudják kimenni júliusban mondjuk, vagy akár tavasszal is, az nagyon veszélyes dolog. Tehát, hogy tulajdonképpen az a történet, hogy akkor te elkezdesz úgy telepíteni növényeket, hogy azt rábízod a természetre a kertedben, az 99%-ban nem működik. Uh-huh. Jó, kezdjük azzal, hogy van egy telkünk. Jó, mekkora telkünk legyen? De először is talajt veszünk. Na, először is talajt veszünk, így van. Hát figyelj, én... Városban és környékén kell. Igen, én ugye mindig mondtam, hogy ugye úgy érdemes társat keresni, úgy érdemes félre keresni. Ezzel a 100 négyzetméteres kert felett jelöljük be. Egy következő életemben. Jó, de most őszintén, ami egy hétköznapi életvitel mellett feltartat, tehát nem fanatikus, nem hardcore kertbarátról beszélünk, hanem egy hétköznapi élet mellett fenntartható kertnek mekkora élet? Nekem a budapesti kertem az 200 négyzetméter, igen. Az nagyon kicsi. Az tényleg arra elég, hogy kimész, leülsz, van három gyümölcsfa benne, a teknőseimnek van egy kis hely, és nagyjából ennyi. Abból azért nem lehet önállátó gazdaságot berendezni. Ahhoz meg ha csak nem indulsz el fölfelé.
Hát én nem is hozzá fölfelé, igen. Hát azért szerintem ilyen 1000-1500 négyzetméter alatt úgy nehéz. Mert ugye az a baj, a kertbe beleértjük, hogy azt is, hogy bepatlul az autó, meg rakjuk a dolgokat. Azért mondom, hogy telek méretet mondja, és akkor arra képzeljük el a 100 négyzetméter. Azért vidéken azért nagyon sok az ilyen 2000 négyzetméter körüli kert. Szerintem ott már nagyon értelmesen lehet úgy termelni gyümölcsöket, zöldséget, de most menjünk el a gyümölcsökre. Ami azért a kamrán meglátszik. Meg a meg tud látszani. Tehát 2000 négyzetméter, hogyha abból mit a levesz, 2000 négyzetméteres telek, abból leveszem a házat, meg a burkolatot, meg a buksi kutya a házat, meg mindent, akkor is már 1500 négyzetméter, azért arra nagyon sok gyümölcs van már lehetünk férni, meg bogyós gyümölcs, meg málnas. Tehát vannak olyan növények, amiből egyszerűen, ha te füge például, vagy kiwi, ribiszkék, amiből a mandula, vagy két diófa, vagy egy diófa mondjuk, vagy két cseresznye. Tehát hogy vannak olyan gyümölcsök, van egy hosszú lista, hogy milyen gyümölcs, amivel tényleg a világon minden benne van, a mangói bezárólag, akkor hogy azokat te teljes mértékben meg tudod magadnak termeszteni. Uh-huh. És azért az nem egy rossz történet. Jó, induljunk egy 1500-ös telekből, azt gondolom a városban ez talán még elérhető azok számára. Akik úgy születnek. Akikre futja rá. Jó, és akkor van rajta egy házunk, mivel folytatjuk a kerttervezést? Nézzük, hogy mi a talaj. Megnézzük, hogy mi a talaj, így van. Hogyha homokos ladatalajok van, akkor azt picikét kötöttébe kell tenni, meg az ültetőgödörben minden esetben ugye trágyát teszünk, meg fodarállékot, stb. Ha pedig nagyon kötött talajok van, akkor ugye azt próbáljuk lazítani, leginkább ugye ott, ahogy a növényeket jön beültetjük. Most ami nagyon fontos, hogy akkor először is az öntözés nagyon gyorsan vegyük át. Hogyan fogunk öntözni? Tehát miért? Mert ugye amikor megvan a kertünk, akkor az első nap, akkor gyorsan vegyünk bele pár növényt. Uh-huh. A hölgyek mennek be a kert, hiszen a tavasszal akkor megveszik azt, ami akkor virágzó. És már szép, és hogy akkor de jó legyen egy kis virág. Ha urak és szeretnek kint kertészkedni, akkor többnyire gyümölcsfa vagy örökzöldéket, ez tovább is nagyon szépen látszik, hogy ki miben gondolkodik. És fontos, hogy végig gondoljuk magát az öntözést, valójában azzal kell kezdeni. No. Tehát még mielőtt bármit elültetnénk, azt kell kitalálnom, hogy fogok öntözni? Igen, képzeld el, hogy elültetsz a sarkokban, nem tudom, gyümölcsfákat, azt aha. Tudom, mert én mindig úgy csináltam, hogy ültettem még tovább, ahol már nem ért a slag, és akkor vödörre vittem a vizet. Szóval azért az nagyon kegyetlen. Ha mindenkinek vödörbe vitt vizet, szerintem az borzasztó. És az öntözéshez elég a slag, vagy itt öntöző rendszerben kell gondolkodnunk? Hát először is az a kérdés, honnan jön a víz. Ez nagyon fontos. Ma, amikor ugye egyre jobban ugye az energiaárakon meg mindenről lesz szó, meg egyébként is porolni kell vele, meg egyébként is kevés van vele, meg kincs, meg stb. Na, tehát először is ugye, ha városban vagyunk, vagy olyan helyen, ahol van vezetékes víz, akkor vezetékes vízzel. De nagyon drága, de mindenkinek javaslom a mellék vízmíróra felszerelését. Uh-huh. Amennyire én tudom, ez a vízművek meg különböző ilyen oldalakon elérhető, ez időtáj szerintem nem tudom, 50-60 ezer forint lehet, és kb. Két hónap alatt végig lehet pörgetni. Tehát azt jelenti, hogy bejelentkezel ott, kijön egy szakember, valami rajzot kell csinálni, és akkor átesz egy mellék vízmíróra. És akkor, amikor jön a vízóra leolvasó kollega, akkor leolvassa azt is, de ott nem fizetett ki ugye a csatornadíjat, csak a vízdíjat. Uh-huh. Na és akkor azzal lehet akkor szépen locsolni. Ez egyik. Hát gyűjtöm az esővizet, ugye az eső az amennyi van, annyi van, és azt kell ugye gyűjteni, és itt jön a négyzetméter, amit kérdeztél. Én azt gondolom, hogy egy ilyen 1500 négyzetméter felett ma már minden kertbe érdemes építeni egy vízgyűjtőt. Hmm. Ha menő vagy, akkor felszíni vízgyűjtőt építesz, meg nincs pénzed, meg nincs nagy gödröd. Az a medence? Hát igen, ugye annak mindig az a veszélye, hogy esetleg rögtön tovább gondolod és kerti tavat akarsz. Na most, hogyha valami adott esetben ilyen Concord effektus lehet, tudjátok mi a Concord effektus, hogy már rég meg kellett volna állítani az egészet, de akkor a büszkeség meg pénz volt benne, hogy a végletekig eltolták. A kertikó az egy ilyen történet lehet, tehát abban azért nagyon, nagyon sokan belebuknak. Szóval a lényeg az, hogy 1500 négyzetméter felett már érdemes egy ilyen felszíni víztározót csinálni. Tehát a kertészetek azok mind úgy működnek, hogy van egy felszíni víztározó, ez azt jelenti, hogy van egy nagy gödröd, az ki van bélelve fekete fóliával, egyéb vagy egy ilyen nagyon vastag fekete tófóliával, a szélét azt meg lehet csinálni úgy, nekem is úgy megcsinálom, hogy egy ilyen sóderágyat képezel, és akkor abban ültetsz nálad. Tehát tulajdonképpen egy ilyen susnyás, ami nagyon izgalmas. Honnan van a víz? Na várjál! Igen, abban vagy úgy van a víz, hogy a mellék vízmérő órádról töltöd, tehát töltöd, aha.
Vagy van kutad, majd mindjárt kicsit a kutakra térjön ki, és a kuttal töltött, általában a kut víz az jéghideg, meg nem jön belőle egyszerre annyi, tehát az nagyon jó, ha azt ott gyűjtöd, és akkor a külső környezeti hőmérsékletre felmelegszik, és plusz az első vizet is bele tudod vezetni. Honnan indultunk, hogy akkor definiáltuk nagyjából 1500 és 2000 négyzetméter között, ebbe beleszámoltuk mindent. A tól. Tól, jó. És akkor járunk már anyagi, hogy pénzben olyan? Még a kapavágást nem tettünk el, mert ingadós, hogy persze, jó? Megvizsgáltuk, hogy a talajzat az nagyjából kellően megfelelő lesz, és igazság szerint mielőtt bármit is csinálunk ezzel a kerttel, azt kell kitalálnunk, oké, hogy fogjuk locsolni. Pontosan, a felszíni víztározókra szeretném helyezni hangsúlyt. Mondom, kertészetekben, iparüzemekben, mindenhol van ilyen, egyébként benzinkutak mellett, az autópályák mellett, a tűzivíztározók is hasonlók, tehát valami ilyet kell elkezelni, egyébként tök jól tud kinézni tényleg ezzel a általán súsnyáknak nevezett vízinövényes tárgyas történet. Szóval nagyon-nagyon jól tud kinézni, és ebben gyűjtöd a vizet a mellékvízmérőórádról, a kutadról, hogyha van, meg az esővizet is. Ebben ezeket összegyűjtöd, és mindig van vizet, ennek az alján van egy szivattyú, és azzal öntözöl, és nem jéghideg vizet öntözöl, van kellő mennyiségű vizet, mert, és ezt mindenki írja bele ide a szívébe, akinek vize van, az marad életben, vagy nem készültem fel a mondat másik felé. De mekkora legyen ez a felszívű? Azt mondtad, ami neked van, az valami 7 méter. Hát az persze, hogy attól függ, hogy kinek mekkora területe van. Ez egy 1500 négyzetméteres kertben, hát mekkora kert? Azért, hogyha mit tudom, ilyen 10-15 köbméter vized van mindig, azért az mindig jó. Ezt mindenki nézze meg, hogy mekkora helye van. 10-15 köbméter? Hát igen. Akkor az mélyre kell ásni, nem akarsz nagy felületet elfoglalni. Hát persze, igen. De azért sokan szeretnek nagy felületet elfoglalni, de nem kell nyírni a füvet. Mondod a vizsgálatok. Persze, mondod a vizsgálatok. Nézzétek meg. Hát te a susnyás vagy. És a szúnyogokkal mit csinálsz? Aj, mert ez a szúnyogok, figyelj ide, én utálom ezeket kérdezni, mi? Hát ott a szúnyogok. Meg a szúnyogok. Még ez olyan, mint hogy hányszor hallgattam meg, hogy azért az én drága vakcőlő szerelmem, azért nem futhat fel a vakcőlő a kérdéssel. Na jó, hát a vakolatot már csak hagyján, az is nagyon idegesítő, mert nem szedi a vakolatot. Hát amit pedig leszed, azt meg leszedni az idő is, ott a vakcőlő csak besegít. Annak vele is kellett jönni. Az idő küldte a vakcőlőt. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy bár, hogy oda mennek a bogarak. Oda mennek a bogarak. És nem. Várj, és akkor mi van, oda mennek a bogarak? De hány olyan esetet hallasz, hogy a bogarak a emberek torkának ugranak itt Magyarországon? Na jó, de a szúnyog azért ez egy más kategória, Szabi, amikor ott zizeg a szúnyog nyáron. És ezért inkább kiszállítod a kertet? Nem. Tehát le kell takarni. Sivatagban nincs szúnyog? Le kell takarni a vízgyűjtőt, nem? Nincs annyi szúnyog egyébként. Persze, tehát te vagy szúnyogmágnes ez a vízgyűjtő? Valamennyire igen, de... Azért nem lesz élhetetlen ettől a kertet. Na, szóval lényeg az, hogy igen, a kutakról annyit, csak nagyon zárójelben, és nem merülünk el ebben a kérdésben, hanem inkább hívjatok be kút szakértőket. Hogyne, már kúztermét tanácsának kell. Figyelj, de van olyan, hogy kutak, meg nem tudom miknek a országos szövetsége, meg klubja, meg nem tudom micsoda, négyszer hívjátok be. Én felvettem velük annak innyi kapcsolatot, és megkérdeztem tőlük, hogy amúgy csak én érzem, hogy ebben teljes káosz van így itt Magyarországon a fejében, meg az egészben, mondták, hogy nem. Szóval, hogy tulajdonképpen most jó tanácsot nem tudunk adni. Volt utána, hogy a kormányzatok, azok nekifutottak ennek az egész történetnek. Én azért azt gondolom, hogy azért nagyon jó lenne a következő évtizedekben valami nagyon átlátható iránymutatás, a kormányzat részéről, hogy most már aztán a kutakkal mi legyen, ne legyen. Egy időben mindenki boldog-boldogtalan fúratott magának kutatottak, az az eredmény egyiktelnek a másiktól szívta a vizet. Egyrészt, másrészt azért tényleg ezt azért rendezni kell, mert ugye azért a felszín alatti vizek az ugye nemzeti kincs, meg tényleg azért akárhogyan ne fúrjunk, meg stb. Azért jó lenne valami iránymutatás, de most tényleg az, hogy bedobálják ezeket a szólapokat, hogy útfúrás akciósan, és akkor fúrnak utat, és akkor jön a víz. Lényeg az, hogy gondoljuk át, tehát nem úgy elültetjük a növényeket, és akkor na hát hogy, mert mondtad a slaggot. Szóval a slagg az egy eszköz, amivel ezt a vizet kell belegondolni. Az önmagában kevés, de várj, a slag ez egy mondás, csak a slaghoz mindig időt kell rendelni, hogy te ott leszel és öntözöl. Szóval ez egy nagyon fontos kérdés. Mondjuk bizonyos növényeket azt mondod, hogy ültetsz gyümölcsfákat, és így jó alaposan így bemulcsolod őket.
akkor lehet, hogy az kibírja, hogy mondjuk hetente kétszer jól laposan megnedődött, ha te ki tudsz venni kétszer. Ezt kell tulajdonképpen nagyon végig gondolni. Csak az a lényeg, hogy miatt egyetlen darab növényt ültetünk, előtte az öntözésre legyünk tisztában, mert Magyarországon az elmúlt két évben olyan volt az időjárás, hogy a kultúrnövényeink 80%-a az rendszeres öntözés nélkül nem marad meg. Uh-huh. Jó, akkor itt tenném fel a kérdést. Hétköznapi életet élek. Van rendes De hát az egy elképe, nagyon jó munka, meditatív, azt mondja, előadatot dolgoztál, de ugye csak fogod a slaggot, meg közben nyomkodod a telefont. Szóval, hogy igazából egyébként én imádok slaggozni. Tehát szerintem, amikor a járdát lemosod, annál jobb érzés. De egyébként, hogyha... Most ez komolyan, az annál jobb érzés, mint amikor a járdát lemosod. Igen, a forró koszos. De várjatok, még azt tisztázzuk már, hogy slaggal locsolni, az nem vízpazarlás? Egyébként? Tehát az nem emeli meg jelentősen a költségeket? Szerintem te, és főleg azért, mert mint ahogy más műsorvezető, nem úgy, mint ti, ugye mindig a napfényről beszél, mert az emberek igényeit helyezi előtérben, és nem a növények igényeit, mert a kerbarátok van a gyümölcsök igényeit, ezért ugyanez a helyzet a slaggal való locsolásnál, hogy amikor 35 fok van, akkor tudod lábadra is menni, kicsit kell meg ott ütöd magadat, meg jó laposan megöntözöd, mondva, hogy meleg van, akkor aztán jó meg kell öntözni, de akkor, amikor meg hűvösebb van, és nagyon kellene a víz, itt azt kell megérteni, hogy ne a saját igényeinket vetítsük ki a nyomorult növényekre, hanem itt van a február-március, meg az augusztus-szeptember, és nagyon sokszor van az, hogy hűvös kell, most májusban is többször volt olyan, hogy nagyon kellemes idő van nekünk, és így állok így a növényeink felett, és így azt mondom, úristen, de hát fúj a szél. És akkor jövök el, hogy fúj a szél, és hogy milyen brutálisan szállítja a talajt meg a növényeket, a kontinens növényeket pláne. Tehát, hogy én jól éreztem magamat, és tudod, amikor bemész, hogy a gyerekszobából csend van, akkor tudod, hogy baj van. És ott állok, és így mondom, hogy valami nem stimmel, mert nagyon jól érzem magam, valami nem oké. Mondom, kellemes 24 fok van, kicsit borús az idő, nem égünk szét, de mondom, nem, mert ennyire nem lehet rendben minden, csak olyan, hogy te jó ég, fúj a szél, azonnal be kell indítani az öntözőt. És hogy igazából erre kell ráállni az agyunknak, hogy ne a saját magunk igényét, és akkor itt válaszol a kérdésedre, hogy ott is az van, hogy szerintem érdemes lenni, hogy mennyit locsolsz, amikor forróság van. Hát hányszor látni azt, hogy nyáron, amikor a gyerekek kirakják ezt a billegballat közét, akkor azt reggel benyomják, és akkor egész nap megy. De szétrohad a fű, érted? Nem kellene ennyit öntözni, mert mit tudom, van a 5 centis füved, van hozzá 10-30 centi gyökérzet, az átázik egy fél óra alatt, és akkor fél délőtt ott megy, azért már 35 fok van, meg bemondták, hogy kánikula van, meg stb. Holott azt lehet, hogy mondjuk többször kisebb adagba kellene akkor mondjuk öntözni, hogy ne száradjon ki. Szóval, hogy... Jó, de még mindig ott tartunk, hogy sebész vagyok, és hány órát kell locsolnom a kertemet. Figyelj, slaggal szerintem az nem lehet, az munka mellett, nem, szerintem az nagyon sok. Akkor oda kell egy öntözőberendezés? Hát az a legjobb, hogyha öntöző. Most én, ugye az van, hogy általában az öntöző rendszerek ugye két nagy csoportra oszthatók, a drága szempontjából. Egyébként nagyon sok ügyes ember összerakja az öntöző rendszert, én nem tartozom közéjük, de aki már azért mondjuk otthon be tud fúrni egy a falba, vagy össze tud rakni egy ilyen sárga-kék bútoráruházból származó bútort, én megbolondolok tőle. Megesek, hogy elragolj, szólj! Karácsonyra indulsz kulcsot. Szóval a lényeg az, hogy azért összerakható egy öntöző, tehát egy közepes kézegészségű férfi azért összerak egy öntözőrendszer talán. Úgy van, hogy a földből emelkednek fel ezek a szórófejek, és általában csepegtetők mennek ugye oldalt. Én azért egyre több kertben, ahol szárazság van, homoktalaj van, szoktam azt javasolni, hogy érdemes, mint ezek a mezőgazdasági szórófejekből, tudod, így föl van a téve ilyen állványra, ahogy nálam is a kertszerben úgy van, hogy így magason vannak ezek, és akkor azok is szórnak. Mert egyrészt látod, másrészt, ha a nap első felében öntözöd, akkor nem lesz gombás, utána minden a kertben, mert szépen utána fel tud száradni, és tulajdonképpen az esőt utánzod le vele. És ez fontos. Most egyébként annyi még a víztakarékosságra, hogy amikor így fölülről öntözünk, az mindig egy picit vízpocsékolás, és például nagyon jó lenne, hogyha mondjuk például, hogyha van egy örökzöld sorod, vagy gyümölcsfák, akkor ott ilyen csöpi gombák vannak. Tehát egy ilyen olyan
Hát csöpigomba. Csöpigomba így hívják, de biztos nem ez a neve. Tehát egy olyan csöpögtető valamilyen eszköz, érted, amiről itt csöpög a víz. És ez az a baj, hogy ezt távolról nem látod. Hát például a kertészetekben ott azért nem ezt alkalmazzák, mert Marika néni így végigmegy a sorok között, kiránt egy ilyet a lábával, akkor ezt, amikor így távolról nézed így a táblát, akkor így látod, hogy vannak benne ilyen megszáradt növények, azokat, hogy beszorzod sok 10 000 forinttal, és az azért történt, mert Marika néni a lábával kilántotta a csöpigombát. Tehát, hogy a csöpögtető izét. Szóval a lényeg az, hogy ezeket a szórókat, amik meg magasról szólnak, ezt pedig látod. Ugye, kinéz, és látod, hogy Istenem, szépen esik az eső. Tehát, hogy érdemes ezeknek itt utána nézni. Nekem az is erről a videóm, azt hiszem, az a cím, hogy magasról történő öntözés. Így érdemes megnézni. Mi a frappáns? Ugye figyelted, hogy azt kell megfogalmazni, így van. Tehát amire mindenki gondol. Szóval a lényeg az, hogy ezt nagyon érdemes átgondolni, és egyébként nem olyan nagy költség, tehát mondjuk, ugye, tehát is a vész, hogy jól keresel, de hogy a kevésbé keresel jól, akkor is azért szorod már be az oda véleled, hogy mennyi menne el locsolásra. Értem. És mennyi akkor, hogyha mondjuk egy öntözőrendszert képítesz, és azt az elején tudod jól képíteni, mert akkor ásul egy átlag a gerincvezetéknek, ha már csak ilyen csatlakozókat építesz, tehát hogy tulajdonképpen az a lényeg, hogy erre a legelején gondolni kell, vagy hogyha át akarjuk alakítani a kertünket, akkor ezt a kérdést tegyük rendben. Tudom, hogy ásni kell hozzá, meg csöveket fektetünk le, meg nem növény, meg stb. De ezzel tudjuk a legtöbb időt megspórolni, amit egyébként tudatos fajta választásra tudunk majd fordítani. Lenne még egy kérdésem, hogy létrehozható-e víztakarékos kert? Szerintem igen, de azért az, hogy öntözés nélküli kert, tehát amikor nem. Hát szerintem, de mondom, tehát hogy a homoktól is gyűltesz bele, meg mit tudom én micsodákat, ilyeneket. Hát ha nem is kaktusz, de mondjuk nem tudom, bodzát, mert szóval tényleg, hogy amit elsőben öntözöl, utána az el van magától, de akkor nagyjából olyan növényekbe gondolkozzál, amiket az erdő és a mező határán látsz. Na most ha azok tetszenek, a kökény, meg a nem. Én bírom egyébként. Ami egy tök jó növény, akkor csak akkor még nem néz ki az erdő. Meg akkor minek a kell. De nem, egyébként én tényleg bírom azokat, ezek ilyen angol száz területeken vannak ezek az ilyen, mint a mélylegelő úgy néz ki. És akkor ilyen... Tök jó növények, persze. Tehát ha magyaroknak lenne ezt, akkor kökény sort ültetne, érted, nem kell öntözni, most járhat ültettek. Szóval csak nem mondjuk... élünk meg. De nem, én arra gondolok, hogy tudatos fajta választással kialakítható egy olyan klíma egy kertben, hogy nekem viszonylag, ha nem is fele annyit, de mit tudom én, 20-30%-kal kevesebbet kelljen locsolni. Olyat igen. A talajtakarásokkal, a növényevő talajtakarással, azzal, hogy milyen zöld lombozattal veszed körbe a kertelet, hogy a felületeket azokat befuttatod, hogy úgy rakod össze a növényeket, hogy a kiutatott vizet az minél tovább megőriz a talaj. Igen, egy 20-30%-ot bőven, de talán még többet is. És ez az nagyon-nagyon sok. De sebészként erre nincs időd. Ha csak nincs egy jóképű rezidensek, akinek csinálja, érted azt is. Jó, akkor már ennyi kertészmérnök úr? Szerintem igen. Jó, akkor innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm. Belek visszaműteni. Vendégünk volt Megyeri Szabolcs, 5. emlet főkertészek, kertészmérnök, állandó visszatérünk. Köszönjük Szabi, ma annál is benne a reggeli vannak.